Karancsaljai Rozmaring népdalkör műsora is színesítette a Salgótarjáni Rákóczi út melletti kereszt megáldása alkalmából szervezett ünnepséget. A keresztet a Fogadgyörökbe egy keresztet KDNP-s kezdeményezéshez csatlakozva újította fel a Deák család, most pedig fel is szentelték azt egy nagyszabású rendezvény keretében. Az eseményen elsőként Krejcsi Bálint Salgótarján megválasztott polgármestere mondta el gondolatait. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és jelenlétükkel kitüntetik ezt a napot. Ezt a napot, ami apróságnak tűnik, talán csekésség, talán csak egy kereszt, de ennél valójában sokkal többről van szó. És mégis miről? Egy picit nézzünk bele a történetébe ezeknek a kereszteknek. Miért is látjuk ezeket a kereszteket szerte az országban? Egy picit talán hungarikumról beszélhetünk, hisz sok országnak megvan a sajátossága. A szomszédos Ausztriában leginkább hegytetőkön látunk kereszteket. Kicsit fémjelzi az Isten nagyságát, a Jóisten erejét, és hogy lenéz ránk, föntről tekint le ránk. Ugyanakkor Magyarországon leginkább útszélén találkozunk keresztekkel. Vajon belegondoltunk abba, hogy miért is vannak ott? Jelzi egy picit a hovatartozásunkat. Jelzi azt, hogy Szent István király óta melyik egyházhoz tartozunk. És jelzése volt annak is legtöbb esetben legalábbis, hogy hol van egy településnek a határa. És vajon miért is gondolták azt, hogy oda egy keresztet kellene tennünk? Ugyanis itt is minden valószínűség szerint egy település rész határáról beszélhetünk. Sajnos nem maradt fönn felírás, nem maradt fönt ékírás vagy tábla arról, hogy ez a kereszt miért is van itt. De minden bizonnyal ez is egy ilyen kereszt volt. És miért is érezték fontosnak, hogy elhelyezzenek egy keresztet, amikor megérkezünk egy településre, vagy településrészre, vagy valaminek a határába? Akkor jól esik nekünk egy üdvözlet. Jól esik, hogy látjuk, hogy itt vagyunk. Mindenütt közigazgatásilag is kiírják a település nevét, de amikor mellette van egy kereszt, az egy kicsit üdvözlet a lelkünknek. Üdvözlet a hitünknek. Annak, hogy mi megérkeztünk erre a helyre. És ahogy mondani szokás, Isten hozott. Krejcsi Bálint szerint a kereszt felújításának többek között az az üzenete, hogy egy célért megéri összefogni, és az összefogás nagy dolgokat hoz létre. Örömét fejezte ki amiatt, hogy ezzel a lépéssel szebbé lett téve a város egy pici része. A megválasztott polgármester dr. Latorcai Csaba miniszter helyettes követte a mikrofonnál. A mai keresztállítási ünnepség egy hitvallás. Kiállás a hitünkért, kiállás a meggyőződésünkért. Különösen is ezekkel a veszélyekkel teli időkben, amikor háború, gazdasági nehézségek, s bizony az eltörlés kultúrájának a hangzavarában egyre nehezebb hallatni a hangunkat és hirdetni az élet igenlését. Minden egyes keresztállítás vagy keresztfelújítás egy-egy igen az életre, tanúságtétel Jézus Krisztus, a kereszténység és a kereszténységből kinőtt kultúránk, hagyományaink mellett. Számunkra, keresztény emberek számára a kereszt olyan igazodási pont, amely nem ismeri az egyrészt, másrészt kibúvót kereső, felelősséghárító magyarázkodást. A kereszt életforma, a kereszt döntés. A kereszt erő, Isten ereje. Latorcai Csaba ünnepi beszédében kritizálta a Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségét, valamint azt is, hogy szerinte a baloldalnak nem tetszik az az ötlet, hogy a budapesti szabadságszobor talapzatára keresztet tegyenek, majd határozott iránymutatást tett köszöntőjében. Itt az ideje, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy tisztán és egyértelműen fogalmazzunk tehát, hogy mindenki megértse, mindazonáltal pedig egyszer és mindenkorra tudomásul is vegye, főleg azok, akik a sokszínűséget féltik a kereszttől, attól a kereszttől, ami éppen hogy a sokszínűség és a befogadás szimbóluma, hogy mi nemet mondunk a woke ideológiára, nemet mondunk az eltörlés kultúrájára, éppen úgy, ahogy nemet mondunk a kommunizmusra. És igent mondunk a szabadságra. Igent mondunk a hagyományos értékekre. Igent mondunk a keresztény zsidó gyökereinkre. Igent mondunk arra,
hogy az apa férfi, az anya nő, és a jövőnk a hagyományos családok védelmén és támogatásán nyugszik. A folytatásban Németh Judit református lelkész és Varga András esperes plébános mondott imát, illetve osztotta meg gondolatait. Kedves ünneplő testvéreim, mi reformátusok kicsit másként viszonyulunk a keresztekhez, Fehérfalu templomainkban. A díszítés nélküliség arról beszél, hogy a középen Isten igéje áll. András atyától majd meghallgatjuk Ady Endre Krisztus kereszt az erdőn című versét, amelyben ez nagyon jól megmutatkozik. Azonban elvallástalanodó, önistenítő világunkban szükség van emlékeztető megállókra. Ilyen emlékoszlopot állított fel Sámuel próféta, hogy hirdesse, amíg a világ világ, hogy mindez idáig megsegített bennünket az Úr. Milyen nagy dolog ez. És a keresztek az utak szélén, az utak mentén ma ilyen emlékeztető üzenetek. Lelkész testvérem említette és utalt Ady Endre Krisztus kereszt az erdőn. És amikor engemet megkértek arra, hogy jöjjek majd és áldjam meg ezt a keresztet, akkor ugye egyből eszembe jutott ez a vers, és mondom, megosztom az egybegyűltekkel. Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Ezután az egyház és a világi méltóságok átvonultak a Rákóczi út túloldalára, ahol sor került a kereszt megáldására. Az Úr áldása legyen ezen a felújított feszületen, hogy mindazok, akik emellett elhaladnak, megállnak, imádkoznak, imádságuk meghallgatásra nyerjen, és a krisztusi keresztből erőt nyerjenek már a földi életükre, földi életük zarándok útjára, hogy aztán eljuthassanak az örök hazába, ahova mindannyian tartunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A rendezvény a Palócok együttes dalaival ért véget. Magyarok szép a szája, te vagy az én.